most május 2-a van, 3-án kezdődik az érettségi, szóval hétfőn. Most már egy kicsit készülődök, kezdek bepakolni, és lassan így minden sikerül átismételnem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én az vagyok, aki még az utolsó pillanatban mindent átnéz. Egy csomóan mondták már az osztályból, hogy a hétvégén elengedték már a tanulást, én úgy vagyok vele, hogy ilyenkor még mindent bele. De most tartottam egy kis pihenőt, mert már nagyon felidegesítettem magam a kombinatórikán. Szóval nézzük is, hogy mit pakolok be a táskámba, és hogy miket viszek magammal. Ide az ágyomra kikészítettem, amiket majd be kell, hogy pakoljak. Kicsit soknak tűnik, de ezek tényleg csak a legszükségesebbek. Kezdjük szerintem innen. Egy neszeszer mindenféle szükséges dolgokkal, mini fésűvel, női dolgokkal, gyógyszer, raktap, az ilyesmik vannak benne. Akkor egy dezodor, vizes üveg szerintem a legfontosabb, én igazából ezt mindig viszem magammal, bárhova menjek, mert hogy folyamatosan szomjas vagyok, és nagyon sokat szoktam inni, és ugye ez az érettségén is fontos, hogy hidratáltak legyünk. Zseppi, készfertőtlenítő, akkor egy kis rágó, állítólag, hogyha rágózol tanulás közben, akkor az segít abban, hogy jobban menjen, szóval ez nem maradhat ki. Fekete csoki, ezt azért választottam, mert tök jó nagy kockák vannak benne, és pont 6 darab ilyen nagy kocka, szóval mind a 3 nap, ha megeszek 2-2-2-t, akkor tökéletesen elég lesz. Vettem 2 smoothie-t, szerintem először ezt a kókuszos ananászosat fogom elvinni, és a matekra a finomabbat hagyom, ami ez a kis málnás almás. Szóval a magyarra még elég egy ilyen lájtos, kókuszos. Aztán vettem 2 új tollat, mert ugye nyilván ez is kell, hogy legyen nálunk, és én ilyenkor szeretek biztosra menni, szóval inkább teli tollakkal indulok, természetesen kell majd maszk is. Ez igazából csak pótmaszk, amit a táskámba pakolok, a másik rajtam lesz, de biztos, ami biztos jobb, ha van nálunk több is. Szalt barack, ezt is viszek magammal. Egy almát, amúgy nem biztos, hogy ezekből az ennivalókból mindent egyszer el fogok vinni, csak így a 3 napra felosztva mindig viszek majd valamit, hogy ne maradjak éhes. Ez például, ez a kis elem az első nap pont nem fog kelleni, mert ez a számológépemben van, hogyha nehogy Isten kifogyna, beszereztem egy elemet. Kézkrém, hiszen annál idegesítőbb szerintem nincs, hogy, mint hogyha szárazak a kezeink, szóval... Ezt is viszem magammal, meg annyira nem nagy kiszerelésű, szóval teljesen jól el fog férni. Óra nagyon fontos, nyilván ugye nem lehet használni a telefont, szóval ezt én magam mellé szoktam ilyenkor rakni, és akkor tudom figyelni, hogy még mennyi időm van hátra. Van még nálam egy kis szájfény és labelló. Hát ugye azt nagyon nem szeretem, hogyha szárazak az ajkaim, szóval ez is nagyon-nagyon fontos. Hajgumik, itt már voltam. Pénztárca, ez egyébként egy kis szerencsét hozó pénztárca, azért ezt választottam, és ebben meg ugye mindenféle iratom van, szóval ezeket viszem magammal. Ebbe a hátizsákba fogom bepakolni, mert ez jó tágos, és szerintem ebben minden bele fog férni. És akkor most, hogy megmutattam, hogy mi van a táskámban, gyorsan pakoljunk is be. A legfontosabb, hogy a szerencseköveim is belekerüljenek a táskámba. Dob még az ajtómon a csodálatos matrózblúzom. Hát ez a matrózblúz szerintem mindenki úgy áll, mintha felvett volna egy zsákot. És nem tudom, hogy mindenhol suliban így lesz-e, de nekünk mind a 3 nap ugyanazt kell felvenni. Szóval majd fél időben szerintem én kifogom mosni, mert azért már 3 napig ugyanazt felvenni, azt szerintem egy kicsit kényelmetlen. Ugye a hozzáillő maszkomat tervezem felvenni, ezt a maszkot, ez a vasverdis maszkom, szóval, hogy azért ilyen a nyakkendőmhöz, ez lesz rajtam. Egyébként ma én nagyon szeretnék korán ágyba kerülni, ami nálam olyan 10:30-11-et jelent, ennél korábban úgyse tudok elaludni, mert bár ez is ilyen irreálisan korán van nekem, én általában olyan 12
és hajnali egy között szoktam lefeküdni, szóval ez most egy kis nehézséget fog okozni. Most jutott eszembe, ahogy ezt veszem fel, hogy ki kell nyomtatnom a behívómat, mert anélkül nem engednek be, szóval ezt most gyorsan megcsinálom. Ez is megvan. És amúgy nekünk úgy van, hogy be van osztva, hogy például az ABCD mikor mehet, milyen időpontra, szóval mivel nekünk úgy mennek a vonatok, fél órával előbb ott leszünk, addig úgy is egy kicsit találkozunk a többiekkel, beszélgetünk, azt szerintem jó is lesz, és utána bemegyünk, és 15 percen belül kezdődik is majd a vizsga. Vonattal fogunk bemenni, szóval most gyorsan megveszem egy jegyet, hogy ne reggel kelljen ezért rohanni, mert akkor úgyis lekésem, szóval most nem akarok kockáztatni, és ezért gyorsan megveszem a telomról. Meg is vettem gyorsan egy jegyet, szóval most ez is elintézve. Most viszont, hogy így minden előkészült a holnapi napra, le fogok fürödni, még ugyancsak fél hat van, utána még egy kicsit szeretnék tanulni, és holnap reggel találkozunk, igyekszem friss lenni, és kialudni magamat, remélem nem az lesz, mint a francia érettségén, ahol csak nem tudom, 3 vagy 4 órát aludtam a francia érettségi előtt. Írjátok meg nekem kommentbe, hogy ti, ha mentek érettségizni, akkor miből. Én csak 3 tantárgyból fogok, ugye a 3 alaptantárgyból, töriből, irodalomból és matekból, mert már ugye évelején megcsináltam a 2 emeltemát franciából és angolból, szóval ez nagy megkönnyebbülés. Nem irigykedem azokra, akik most nem tudom, 4-5 tantárgyból mennek, mert azért az stresszesebb. De ennek ellenére, hogy csak 3-ból megyek, azért így is izgulok, mert sok múlik ezen. Mint már meséltem a kérdezfelelet videómban, én a BGE turizmus és vendéglátás szakán szeretnék tovább tanulni angolul, de amúgy, hogyha ez titeket részletesebben érdekel, akkor nézzétek meg ezt a videót. Az estén mondta, tehát, hogy még megnéztem egy sorozatot, gyorsan kifestettem a körmémet, a piros úgyis a szerencse színem, szóval ez kellett az érettségihez. Átnéztem még néhány jegyzetet, és este pár gyertyával és egy teával készültem fel a következő napi megpróbáltatásokra. A következő nap reggelét egy jó kis kávéval indítottam, és meg is reggeliztem, viszont annyira elhúzódott a készülődés, hogy majdnem lekéstem a vonatomat. Jó reggelt mindenkinek, készen állok az érettségire! Megreggeliztem előző nap este, még egy picit átnéztem a jegyzeteimet, megnéztem egy sorozatot, teáztam, ma pedig kipihentem, felkeltem, és egy nagyon jó avokádós kenyeret ettem, és kávéztam. Most nagyon kell már sietnem, mert késésben vagyok a vonatra, szóval gyorsan felkapom a kabátomat, a cipőmet, és mehetünk. Mutatom nektek az outfitet. Rajtam van ismét a matróz blúz és egy bőrgatya, meg még amíg odaérek a Converse-emet fogom felvenni, utána meg átveszem szép cipőre. Viszont nagyon nem akarom lekésni ezt a vonatot, szóval már most indulok. És találkozunk akkor, amikor visszaértem, amikor már túl leszek az első érettségén, de most indulok is. Szerintem egyébként jól sikerült, nagyon könnyűnek éreztem, szóval csak egy novella elemzés volt, én azt választottam. A szövegértés sem volt nehéz, az érvelés is szerintem jól sikerült, szóval összességében szerintem ez egy sikeres magyar volt. Most még egy kicsit nasolgatok, ilyen kis aszalt barackot eszem, és megevédeltünk. Anya csinált nekem ilyen édes burgonyos sült krumplit, ilyen kis barbecue-s csirkével, szóval ez nagyon finom volt. Egyébként nagyon elfáradtam, annak ellenére, hogy ez csak idézőjelben csak magyar volt, szóval annyira nem volt nehéz. Mégis teljesen lemerített, szóval most le fogom venni a kis matrózrúzomat, lefürdök és pihenek egy nagyot, lehet, hogy alszom egy kicsit, vagy megnézek egy sorozatrészt, és utána még átnézem így a volt matekokat, amiket megcsináltam, hogy milyen hibáim voltak. Most pedig hiba mama, biztos kíváncsi rá, hogy sikerült az érettségim, szóval most vele fogok beszélni, és találkozunk később, amikor már felfrissültem. Jelentkezek nektek. Na jó, most már nézzétek el a no make-up face-emet, szóval már nincs rajtam smink. Viszont most átnézem még a matekot, és annyira nincs kezdem. Már 4:18 van, kb. Ilyen fél órája kezdtem, még lapozgatom a függvénytáblázatot, és elővettem a sárgát is, tök jó sok minden benne van. Szóval ez nagyon hasznos lesz, de itt ilyen felfordulásnál itt van az összes füzetem, a feladatlapok, itt van ez az összes feladatlap, még minden ilyen rózsaszínnel
előtt kis dolgot át szeretnék nézni. Meg még itt is van egy pár feladatlap, szóval nem tudom, hogy ezzel így ma végezni fogok-e. Most felkelek egy kicsit korábban, de engem tényleg nagyon megnyugtat az, hogyha tudom, hogy mindent átismételtem előtte, ezért most még ezzel fogok foglalkozni, utána meg alszom egy nagyon jót, remélhetőleg. A kis reggelivel indítottam a következő napot. Jó reggelt! Ez itt a második nap, szóval ma jön a matek. Én már elkészülöttem, gyorsan megmutatom nektek a szettemet. Van rajtam egy fehér ing, alatta egy fekete trikó és egy bőrgatya. Ehhez majd még jön a konverzem és a bőrcsekim. Igazából mindenki ilyen lazább szettben van, én tegnap ünneplőben voltam, de úgy gondoltam, hogy ma már én is ilyenbe megyek, ez úgyis kényelmes, és a matekhoz kelleni fog a kényelem, egy jó ideig ott fogok ülni. Amit még muszáj elpakolnom magammal, vagy hát elvinnem magammal, az azok a függvénytáblázataim, meg még beraktam egy vonalzót, hát nem tudom, hogy kelleni fog-e. Még van pár korty a kávémból, ezt megiszom, és utána nem sokára indulok. Fél órával előbb ott leszünk, szóval tök jó lesz még egy picit megnyugodni. Ismét megvettem a Telumra a jegyemet, szóval ezt már nem kell rendezni, és így egy picit később is indulhatok. Hello! Hogy érzed magad? Nagyon jó. Matek érettségi előtt jól? Aha. Maga biztosan? Hát, azt mondj meg, vagy nem meg, tudom. Meglátjuk utána. Ja. Mik az érzések? Nagyon félek. Ennyi. Nagyon fárasztó volt ez a matek. Az eleje az szerintem jó lett. A második részre én kevésnek éreztem az időt, szóval éppen, hogy végeztem, és így is még a 18. feladatra nem jutott időm, szóval végül azt hagytam ki. Jó érzés túl lenni rajta. Szegény Gábor még mindig írja, ő emeltezik matekból, szóval ő még mindig ott van és írja. Hát innen is szorítok neki és küldöm az energiákat, remélem, hogy nagyon jól fog teljesíteni. És alig várom, hogy megtudjam, hogy mik lettek az eredményeim. Ilyenkor én annyira nem szeretem megbeszélni, hogy mi lett az eredmény, mert hogyha jó, akkor igen, megnyugtató, de ha nem, akkor meg csak idegeskedsz, hogy most akkor elrontottad, és hogy mennyi pontot vesztesz át, nem tudom. Viszont most meg fogom enni az ebédemet, egy ilyen kis húsi és zöldség, szóval közben nézem a Quanticot, ami a sorozatbarátom, van egy ilyen kis FBI-os, FBI különleges ügynöki képző, és nagyon kevesen ismerik, szóval aki szereti az ilyen krimiket, az annak ajánlom, mert nekem az egyik kedvencem. Szóval most közben azt fogom nézni, és kikapcsolom az agyamat. Most pakolok be a kövi napra, és beszerzett nekem anya ilyen kis mindenmentes csokikat. Az egyik egy kókuszos, másik pedig epres smoothie-s, szóval nem tudom, ezt most annyira megkívántam, hogy lehet már most megeszem. Elkészültem, készen állok a matekra, indulok a vonatra. A mai outfit sem különbözik. Időutazó vagy, vagy mi? Tessék? Időutazó vagy, vagy mi? Mert? Hát, a törítünk. Ja, tényleg! Végeztünk az érettségivel, megírtam a harmadik érettségit is, és most ebédelni fogunk. Én ugye, mivel paleo diétán vagyok, ki kell hagynom egy isteni KFC-t, a jó kis tejkaramellás séket, szóval most egy ilyen kínai, ilyen kis zöldséges csirkét eszem. Éreztek? Egy zinger burgert választottam, és egy káposzta salátát, ez a jól bevált menü. Én egy Twister menüt eszek, és még sosem ettem ilyet, szóval majd most ez a lesz. Jó a megérzése? Aha. Az érettségivel kapcsolatban hogy érzitek a törít? Hát egyszer megpróbáltam nyilatkozni. Görbülni fog? Szerintem igen, de ne szóljuk el. Ne szóljuk el! Tóri már befepózolt, látom, tetszik az inger menü. Aha, nem is azt kértem, Twistert. Hazértem, és képzeljétek el, hogy voltunk turizni a lányokkal. Én nagyon igazából nem szoktam turizni járni, viszont így közösen együtt nagyon-nagyon jó buli volt, és találtam is egy gatyát. Ez azért lep meg, mert nagyon nehezen találok jó nadrágot, de ez nagyon kényelmes, és nekem nagyon-nagyon bejön. Jaj, a fókusz.
ezzel problémák vannak. Szóval igazából ez a nadrág az, és én imádom ezt a fehér ing Converse kombót, szóval igazából most, hogy felpróbáltam, így is így vettem fel, valószínűleg így hordanám ezt a gatyát, de bármivel nagyon jó lesz. Itt a rumja az ányomon, ezt próbáljátok meg elnézni. Most értem haza, voltam még bevásárolni, szóval ez most ezért van. Tudjátok, mi a durva, hogy hétfőn emlékszem, hogy azt kívántam, hogy csak legyen vége ennek a három napnak, éljen túl, és akkor minden jó lesz. Úgy éltem meg ezt az érettséget, hogy ez borzasztó lesz, nagyon-nagyon stresszes, de ahogy múltak a napok, egyre könnyebb lett, nem éreztem olyan nehéznek, mint a felvételit, szóval például a felvételén éreztem, hogy nagyon-nagyon gyorsan ver a szívem, teljesen stresszben voltam. Jó, az érettségén is a készülés folyamatban sokszor nagyon ideges voltam, és tényleg stresszes, de így közben, amikor már írtuk, akkor nem igazán, inkább előtte, de így közben úgy nagyon oda tudtam koncentrálni, és szerintem ki tudtam ebből hozni azt, amit ki lehetett. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, ti mennyire izgultatok. Amit még szeretnék megjegyezni, hogy imádtam ezeket a Facebook mémeket, amik mindig fogadtak, amikor hazértem. Szóval a magyar után is a szűcspalis mémek, nagyon jók voltak. Aztán utána a matek után a labradoros mémek. Imádtam ezeket egyszerűen, ha vannak még jó ilyen mémeitek, várom a komment szekcióba, vagy küldjétek el Instán, mert nagyon-nagyon szeretek ilyeneket olvasni. Most pedig el is köszönök tőletek, aki még benn van az érettségizés fázisban, szóval, hogy még van valamilyen nyelvi érettségie, vagy biosz, kémia, nem tudom, hogy még mik lesznek, még fizika is hátra van, szóval bármilyen másik tantárgyból, mint a három alaptantárgy. Annak nagyon sok kitartást kívánok, biztos vagyok benne, hogy szuperül fogtok teljesíteni, mindent adjatok bele, vigyetek nagyon-nagyon sok nasit, amit magamon megfigyeltem, hogy közben rengeteget nasoltam, és jól is esett, azt kell, hogy mondjam, szóval ti sem hagyjátok ki, vízzel is tankoljatok fel, vigyetek egy kulacsot, és minden jó lesz, fel fognak titeket is venni az egyetemre, és ha van valami hír bármiről, hogy felvettek-e titeket, írjátok meg nekem őziben, én is mindenképpen le fogok nálatok jelentkezni, hogyha megtudok valamit arról, hogy felvettek el. Szóval most számomra elkezdődik a 4 hónapos nyári szünet, amit nagyon-nagyon várok, és hát kíváncsi vagyok, hogy ti mivel fogjátok tölteni a nyári szüneteteket. Elmentek esetleg nyaralni, barátokkal találkoztok, vagy esetleg dolgoztok, ezt mind írjátok meg nekem kommentben. Amúgy, hogyha diákmunkát keresnétek, akkor ajánlom nektek az EU diákokat, mert ők nagyon sok olyan lehetőséget osztanak meg, ami esetleg nektek is hasznotokra válhat a nyáron, hogyha szeretnétek pénzt keresni diákként. Szóval ezt csekkoljátok le, és sok puszi nektek! Köszönöm, hogy itt voltatok velem az érettségi alatt. Amint én is megtudom, hogy hova vettek fel, akkor jelentkezni fogok nálatok, és mindenképpen fogok erről videót csinálni. Addig is sok puszi, sziasztok!